Az elmúlt 5 évben több mint 100 fővel nőtt Rábapaton a lakossága. Molnár Nagy Béla, az október 13-i önkormányzati választáson újra választott polgármester elmondta, a kedvező telek és ingatlan árak, illetve az önkormányzat segítségének köszönhetően egyre többen választják otthonuknak Rábapatonát. Hát néhány szóban arról, hogy a választások után, amikor kiderültek az eredmények, illetve hát ön is megtudta, hogy milyen képviselőtestület fog dolgozni az elkövetkezendő 5 évben itt Rábapatonán, akkor mit gondolt? Egy új felhatalmazást kaptunk Rábapatonán, egy új képviselő, viszonylag új képviselőtestülettel, teljesen független a képviselőtestület. Nagyon örültem neki, hogy olyan emberek próbáltak ismét elindulni az önkormányzati választáson, akikkel én úgy gondoltam előzetesen, hogy bármelyikükkel együtt tudok dolgozni az elkövetkezendő 5 évben. Akik bekerültek a képviselőtestületbe, úgy gondolom egy átfogó képet adnak a településről, és a település társadalmi rétegeinek, korosztályainak a képviselőtét megfelelően tudják biztosítani a döntéshozatalban, hiszen van nyugdíjas, van hölgyképviselő, van vállalkozó, alkalmazott, tehát mindenféle rábapatonai ember, én úgy gondolom, képviselve van a jelenlegi testületben. Itt a Rába közben ismerik Patonát, egy nagyon hosszú, nagy település, közel 3000 lakossal, hogy nagyon sok az építkezés. Ez nagyon, tehát szembetűnő. Ez most mit jelent, polgármester úr? Tehát most jelenleg nagyjából hány ház épülhet itt Rábapatonán? Új ház, illetve hát mennyiben bővült most a lélek szám itt a faluban? Az elmúlt 5 évben több mint 100 fővel bővült a település lakossága, valamivel több mint 2600-an vagyunk. Én úgy gondolom, nagyon csábító most a település, egyrészt Győr közelsége miatt, másrészt az M85-ös autóút miatt, tehát nagyon gyorsan be tudunk jutni a megyeszékhelyre, valamint el tudunk jutni bárhova, hisz itt van az autópálya kapcsolat a település mellett. Viszonylag olcsók az ingatlan árak Rábapatonán, ez fellendítette helyben az ingatlan piacot. Nagyon sokan települnek be a településre, és azt gondolom a legjobb dolog, hogy a helyi fiatalok sem akarnak elmenni a településről, hanem helyben próbálnak maradni. Ehhez hozzájárulnak a különböző kormányzati intézkedések, tehát tudnak helyben építkezni, ingatlant vásárolni, és ezáltal nő a település lakossága. Mi, mint önkormányzat megpróbáljuk azt az alapinfrastruktúrát megerősíteni, ami a településen jelen van, amivel rendelkezünk. Ez egy fontos dolog, úgy gondolom, hogy egy élhető települést biztosítsunk az itt lakóknak és az ide települni szándékozóknak. Mit jelent a falu életében, hogy itt nem stagnálás lélekszámban, hanem egy, hát mondhatjuk úgy, itt a 21. század elején, hogy egy komoly bővülést jelent, tehát több mint 100 ember azért az egy komoly létszám. Ez az óvodának, az iskolának, egyáltalán falu életében ez mit jelent? Hát rengeteg munkát jelent természetesen, de ezek olyan kellemes problémák, hisz nekünk nagyon sok magyarországi településsel, vagy rábaközi településsel szemben nem azon kell gondolkodnunk, hogy most becsukjuk az iskolát, meg az óvodát, mert nincs elégséges létszámú gyermek, hanem a bővítésen kell gondolkodnunk, bölcsőde, óvoda és iskola tekintetében. A gyermeklétszámunk egyébként folyamatosan nő, több mint 30 gyerek születik évente a településen, és ez én úgy gondolom a közeljövőben még növekedni fog a betelepülésekkel és a helyben maradásokkal. Tehát rengeteg kellemes problémát, rengeteg munkát, hogy azt az infrastruktúrát, azt az intézményhálózatot, ezt minél jobban 21. századivá tegyük itt a településen. Most nézzük a büdzsét. Ez jelent valamit az önkormányzat költségvetésében, hogy növekedik egy település létszáma? Természetesen jelent, hisz mondjuk a helyi adóbevételek tekintetében, kommunális adó tekintetében növekedni fog a bevételünk, ugyanúgy a gépjármű adó tekintetében is, és óriási lehetőséget teremt, mert mondjuk egy betelepülni szándékozó lehetséges, hogy egy új vállalkozást is hoz a településre, ami ismételten fontos bevételi forrásunk, de más szempontok alapján is óriási lehetőség is, hiszen azért az ide települők, a nem rábapatonaiak egy új impulzust adnak a településnek, felfrissül a település, kicsit megváltozik a település, ami szükséges a fejlődéshez, mert a változás úgy gondolom mindig szükséges az előbbrelépéshez.
Más településeken is azért néha akadtak azzal problémák, hogy beilleszkednek ezek akik bejönnek ugye a faluba, elmennek a közösségi rendezvényekre, próbálják az itt élőket, akik már mondjuk évek, évtizedek óta itt élnek, megismerni, közös programokon részt venni. Hogy mit tapasztal? Én úgy gondolom, ezzel nincs különösebb probléma, persze apró súrlódások vannak. Én úgy gondolom, aki ide költözik erre a településre, az annak viselni kell ennek a településnek az előnyeit és a hátrányait is. Azért azt tudnunk kell, hogy falun vagyunk, és a falusi életnek nem csak előnyei, hanem hátránya is lehetnek. Aki ezt az életmódot választja, hogy falura települ, én úgy gondolom, annak el kell fogadnia azokat a hátrányokat is, amik ezzel járnak. Milyen döntések vannak az önkormányzat előtt így rövid távon, vagy akár középtávon, amik előbbre vihetik a falu sorsát, a falu mindennapjait? Sok minden van előttünk. Vannak olyan beruházásaink, ami jelenleg is zajlanak, például most járdát építünk 1,5 kilométer hosszan egy utcában, de vannak olyan megnyert pályázataink, amit a jövő évben kívánunk megvalósítani. Nagyon fontos dolgok ezek is, például a csapadékvíz elvezetés problematikája, amit meg kell oldanunk, ugyanis itt a Rába mellett azért ez egy jelentős problémaként szokott előfordulni. És akár az ipari beruházásokat nézzük, ugye közel van a nagyváros Győr, az ipari parkból mondom nagyon sok cég betelepül, van-e lehetősége Győrtől néhány kilométerre lévő 2600 lakosú településnek arra, hogy ipart befogadjon, települjön, munkahelyeket teremtsen? Saját terület az önkormányzatnak, saját ipari parkja nincs, viszont van két magánberuházás révén olyan lehetőség, ahova vállalkozások települhetnek, és ipari park alakulhat ki Rábapatonán is. Ezt önök úgy hirdetik? Tehát próbálunk segíteni ezeknek a vállalkozásoknak, amilyen módon egy önkormányzat megteheti. Szeretnénk természetesen közös célunk, hogy ezek a területek idővel és lehető legrövidebb idő belül benépesedjenek és vállalkozások települjenek oda. Nagyon fontos, akik már itt tevékenykednek, illetve segítik ugye a büdzsét azzal, hogy iparüzési adót fizetnek be. Most körülbelül mekkora iparüzési adóval számolhat Rábapatona? Hát ez minden évben változó, körülbelül olyan 50 és 60 millió forint körüli iparüzési adó folyik be egy évbe. Egyébként az iparüzési adó mértékét csökkentettük 2019. január 1-től, az 1,8% helyett levittük 1,6%-ra, ezáltal is segítve azokat a vállalkozókat, akik jelenleg is a településen végzik tevékenységüket, itt van a telephelyük vagy székhelyük, és elősegítve azt, hogy csábítóbb legyen a település az ide települni szándékozó vállalkozások számára. Mire tudják felhasználni az iparüzési adót? Vannak főbb prioritások, amire ezt mindenki... Hát nagyon sok mindenre fel kell használnunk. A helyi adóbevételeink egy részét működésre kell fordítanunk, egy kisebb részét természetesen. A többit pedig minden évben fejlesztésre fordítjuk. Az elmúlt években az úthálózatunkat fejlesztettük, az óvodánkat fejlesztettük, szigeteltük, szépítettük, és olyan energiatakarékossági beruházásokat, energiahatékonysági beruházásokat végeztünk, ami hosszabb távon is eredményeket hoz, és megtakarításokat hoz Rábapatona számára. Ugye még egy dolog, nagyjából néhány hét van ebből az évből, különböző programok várhatók Patonán. Az adventi időszakban mi az, amit tudnak a patonaiaknak kínálni? Vannak különböző rendezvények, ami a közösségét kicsit jobban összehozza ebben az ünnepi időszakban? Igen, hagyományos adventi rendezvényeink vannak ebben az évben is. Advent első vasárnapján egy kirakodóvásárt rendezünk. Egy kis forrad borozgatás mellett a helyi általános iskolások és a Bolero táncsoport műsorát láthatjuk, és egy kis beszélgetéssel, akár együtt gondolkozással is kezdhetjük ezt az adventi időszakot. Van a gyerekeknek programunk, ugyanis megjön ide Rábapatonára is a Mikulás minden évben, valamint az időseket, a rábapatonai nyugdíjas korosztályt is ebben az időszakban szoktuk felköszönteni.
És még egy dolog visszacsatolva az október 13-a önkormányzati választásra, amikor ön megtudta, hogy folytathatja, és 5 évet kap, hogy különböző feladatokat, fejlesztéseket egyáltalán működtessék a települést, mi az, ami először eszébe jutott? Először, ami eszembe jutott, az volt, hogy valószínűleg tetszik az itt élőknek, azoknak az embereknek, akik rám szavaztak, és ismét megtiszteltek a bizalmukkal, az a munka, amelyet az elmúlt 5 évben megkezdtünk, és várják ennek a folytatását. Én úgy gondolom, a lehetőségeink azok hatalmasak, csak ki kell tudnunk őket használni. Minél több bevételt hozni a településre, vagy a meglévő bevételt jól elosztani, vagy önnek van olyan elképzelése hosszú távon, amit patonán mindenképpen jónak látna, mondjuk itt lenne, működne, vagy a mindennapok intézése, ez itt a legfontosabb, hogy biztonságosan működjön a település. A legfontosabb a mindennapok intézése. Ez úgy van, tudjunk segíteni az embereknek, csoportoknak, hogy minél kellemesen és minél jobban érezzék magukat a településen, és örüljenek, hogy itt élnek egy településen. Ez volt szerintem az elmúlt 5 év legfontosabb dolga számomra, hogy tudtam segíteni. Meg tudtam oldani olyan problémákat, akár személyes problémákat, akár települési problémákat, amik évtizedek óta halmozódtak a településen, és mindig ezt tölti el az embert jó érzéssel, és akkor látja, hogy a munkájának van eredménye, és olyan eredménye, amit el is ismernek, akár egy önkormányzati választás által. És továbbra is nyitottak az ajtók, jöhetnek a patonaiak, megkereshetik önt itt a hivatalban, illetve az utcán is, tehát ön bármikor jöhetnek hozzám, az ajtó mindig nyitottak, jönnek is, meg is keresnek az utcán, tehát bárhol vagyok, mindig jönnek a problémáikkal. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó dolog is, hiszen jönnek azért be problémás helyzetek, negatív és pozitív irányú kritikák is, de ezekből lehet tanulni, és így lehet tovább építkezni közösen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.